A Fidesz-KDNP csornai frakciója ózongenerátorokat adományozott Csorna város önkormányzatának. Major András, a Fidesz csornai szervezetének elnöke köszönetet mondott a frakció fideszes és KDNP-s tagjainak, hogy a veszélyhelyzet alatt kapott illetményükből sikerült megvásárolni a korszerű fertőtlenítő eszközt és az önkormányzatnak átadni. A készülékeket mind a város, mind a csorna intézmények használhatják. Én úgy érzem, hogy mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy egy nagyon nehéz és emberpróbáló időszak áll mögöttünk. Hála égnek a szakemberek felkészültsége, az állampolgárok felelősségteljes viselkedése, fegyelmezettsége, együttműködése, valamint a magyar kormány mindig időben meghozott döntéseinek köszönhetően kijelenthetjük, hogy Magyarország sikeresen védekezett a járvány ellen, többek között a tömeges megbetegedések jelenlétét is sikerült megakadályozni. Én itt a mai napon szeretném külön is megköszönni a helyi, tehát a csornai operatív törzs valamennyi tagjának az elmúlt időszakban végzett munkáját, hiszen az elmúlt hónapokban a hét minden napján, hétfőtől vasárnapig minden nap videokonferencián egyeztettünk, beszéltük át az éppen aktuális nap kihívásait, feladatait, tanácsokkal láttuk el egymást. Így sikerült minden pillanatban a legjobb döntéseket meghozni, már ami a védekezési folyamatokat illeti. Külön is szeretném megköszönni a Csornai Gyermekjóléti Központ munkatársainak a munkát, hiszen az elmúlt hónapokban a csornai idősek mindennapi ellátásáról gondoskodtak, már aki ezt igényelte. Szeretném megköszönni a Városüzemeltető Vilmos Park Kft., a Csornai Sportegyesület, az önkéntes tűzoltók munkáját is, hiszen elémelhetetlen szerepük volt például a város feltöltenítési folyamataiban. Szeretném megköszönni a polgármesteri hivatal, a kormányhivatal, a rendőrség és az egészségügyben dolgozók munkáját. Olyan kihívásokkal találkoztak ezekben az időszakokban, melyek korábban nem. Köszönet illeti a kereskedelemben dolgozókat, azokat a csorniakat is, akik önkéntesnek jelentkeztek, vagy éppen adományoztak a védekezéshez ebben az időszakban. Én azt gondolom, hogy összességében is minden csornai polgárt megélet a köszönet, akik együttműködtek ebben az időszakban. Az ilyen nehéz időkben mindenkinek ki kell vennie a részét a védekezésből, különösen igaz ez a politikai pártokra is. Ezért is köszönöm a csornai Fidesz és kereszténydemokrata frakció tagjainak a pozitív és felelősségteljes hozzáállást, hiszen minden héten videokonferenciákon egyeztettünk az éppen aktuális megoldandó feladatokról, és azt is szeretném megköszönni, amiért végül is a mai napon itt összegyűltünk, hogy a veszélyhelyzet alatti illetményükből két nagyon jó minőségű és magas szintű ózongenerátort vásároltak, melyeket ma a csornai város önkormányzatnak átadnak. Ezen eszközöknek a fontosságát használt, azt gondolom, hogy nem kell részletezni, hiszen a feltöltenítési folyamatokban nagyon fontosak. Ezentúl, amennyiben ez szükséges, reméljük minél kevesebbszer, de mind a város, mind valamennyi intézménye tudja majd használni. Köszönöm szépen! Mindahogy Csornán és az ország összes többi városában, illetve településében is sajnos meg kell tapasztalnunk, hogy milyen nehézségek elé állít minket a koronavírus járvány. Mindazonáltal viszont azt el kell mondani, hogy szerencsére nagyszerű eredménnyel Csorna városában kevés esetszámmal, illetve haláleset nélkül tudtuk átvészelni a koronavírus járványnak az első hullámát. Sajnos lehet azt hallani, hogy ennek a vírusnak a második hulláma valószínűleg el fogja érni nyár végével, illetve ősz elejével Európát, ezáltal a hazánkat is. Éppen ezért szeretnénk, hogyha ez a második hullám nem okozna hasonló károkat, mint az elmúlt három hónapban. Azon gondolkoztunk, mi a csornai Fidesz-KDNP frakciója, hogy milyen segítséget, milyen eszközt tudnánk beszerezni, hogy Csorna városának, illetve intézményeinek minél szélesebb körben tudjunk segíteni. Nagyon jónak találtuk ezért Major András, a Fidesz helyi szervezetének, elnökének javaslatát, miszerint ózongenerátorokat szerezzünk be. Ezáltal segítsük a város, illetve intézményeit, hogy a fertőtlenítést minél korszerűbben tudják megoldani. Szeretném megkérni Kocsis Robertet, mint műszaki szakembert, a helyi KDNP elnökét, hogy mondjon pár szót az eszközök használatáról, illetve hogy miért is jók ezek a beszerzett ózongenerátorok. Az ózont azt a felhasználása több mint 100 éves múltra tekint vissza. Régebben is fertőtlenítésre, vízkezelésre használták legcélra vezető módon. Igazából az elmúlt 100 év elektronikai iparnak a nagy arányú fejlődése tette azt lehetővé, hogy nagy mennyiségben lehessen ezt a légnemű anyagot előállítani,
és így kézbe hordható berendezésekbe lehetett beépíteni. Az ózonról azt kell tudni, hogy egy nagyon instabil gázmolekula, hogyha a szerves elemekkel érintkezik, akkor azonnal oxidáló hatásba kezd. Jóval erősebb oxidáló fertőtlenítő hatása van, mint például a klórnak, és az a nagyon fontos, hogy gyakorlatilag vegyi anyag mentesen tudunk vele fertőtleníteni. Ahogy mondtam, megtámadja a szerves organizmusokat, így a baktériumokat, vírusokat, gombákat is egyaránt elpusztítja, úgyhogy az új típusú koronavírusnak sincs menekvése az ózon elől. Technikai jellegét tekintve egyébként egy szúrószagú, rendkívül mérgező gázról van szó, enyhén kékes színű. Ezt azért mondom, mert jótékony hatásai mellett oda kell figyelni a vele járó veszélyekre is, de hogyha a berendezésekhez adott használati útmutatót betartják a vele dolgozó szakemberek, akkor ebből semmilyen probléma nem lehet. Amit még ki szeretnék emelni, hogy olyan hatékony módon tudja pusztítani a mikroorganizmusokat, hogy a mikroorganizmusok esetében nem tud immunitás kialakulni a gáz iránt. Ezáltal azt gondolom, hogy a fertőtlenítő hatása az a jövő egyik nagy lépése. Köszönöm szépen!